A ma délelőtti szüreti mulatságra a családokat is meghívták. Volt egy kis mese, amivel ráhangolódtak, majd a szüretről esett néhány szó, és nagyszülőkkel must készült. Nagyon nagy öröm számunkra, hogy az óvodánkban vannak olyan nagyszülők, akik örömmel és szeretettel részt vesznek ezeken a rendezvényeinken, és megmutatják a gyermekeknek a szőlőpréselés menetét. Ez már az elmúlt években is így zajlott. A gyermekek kukoricát morzsolhatnak, diót törhetnek, mustot préselnek, mint ugye az előbb is említettem. Emellett kézműves tevékenységekkel is készültünk. Vendégünk a mai délelőtt pincésné Sós Gyöngyiné piparművész, vele csutkababát készíthetnek a gyermekek, illetve mozgáshoz szüreti játékokkal készültünk a gyermekek részére, majd a mai délelőttöt egy őszi gyümölcslakoma és egy táncház fogja zárni. Azért még a jövő héten több foglalkozáson is téma lesz a mai nap. Mögöttem látható kiállítás is még helyet kap az elkövetkezendő hetekben, és még tovább el fogunk mélyülni a néphagyomány megismerésében a gyermekekkel.